Sziasztok középsulisok! Ha már a zeneiparról beszélünk, akkor manapság nagyon népszerűvé vált különböző nemzetek népzenei hagyományainak az újjászületése, újra komponálása. Itt van most velünk az ötödik évszak, akiknek hát először is nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat, másodszorban pedig nagyon szeretnék gratulálni nektek, ugyanis Nerezs el című zenei albumotok fonogramdíjat kapott, úgyhogy nagyon gratulálok. Meséljetek nekem egy kicsit mégis, hogyan jött létre a zenekar, mikor találkoztatok a zenével. Amikor középiskolás voltam, akkor ö, érintett meg annyira a zene, hogy állandóan zenét hallgattam, de olyan, hogy mindegy, és akkor még Walkman volt, és ö, még ö, utána jött csak a Discman, de az olyan Discman volt, hogy, 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 hogy amikor futott az ember, akkor megakadt benne a, a lemez. Tehát volt idő arra, hogy végighallgassunk lemezeket, és nagyon fontos volt egy-egy lemez megjelenése. Ezt mai napig tartom, hogy kíváncsi vagyok a kollégáimra, és más műfajokban is, hogyha tehetem, vagy hogyha ajánlják, vagy elém kerül, akkor meghallgatom, és örülök neki, hogy születnek új alkotások. Milyen zenei hatások értek benneteket? Van -e olyan hazai, vagy akár külföldi előadó, vagy esetleg zenekar, akikből ihletet merítetek a hétköznapok során. Hát euh, ig igazából nagyon sok minden hat ránk, igazából a popzene is, mint a rám például a jazz, de gondolom sok mindenkire a jazz is, meg a klasszikus zene, és ez mind-mind uh, hozzá kapcsolódik a lemezünkhöz szerintem, mert ha akarjuk, hanem. Um, Csomó hatás ér minket 2021-ben is. És ha már a, a népzenei hagyományokról is, erről a kategóriáról beszélünk, akkor a, a fonogramdíjas albumotoknak mi a koncepciója, mit lehet tudni róla? Hát ugye, amikor készít az ember egy lemezt, vagy egy ö, albumot, vagy bármilyen el, olyan dolgot, ami, amit ö, díjra lehet jelölni, nem azért csinálja, hogy ezt a díjat. Ö, vagy bármilyen díjat megkapjon. Tehát igazából mi teljes nemes egyszerűséggel csak ö, szerettünk volna ö, első lemeszt, egy első lemezt letenni az asztalra, hogy tovább tudjunk lépni, ö, mert ö, amúgy nem titok az, hogy most ö, szeretnénk következő lemezt is csinálni. Most így fel van dobva a labda, így most már így, ö, ö, így már érezzük a súlyát is ennek a, a díjnak, úgyhogy... Ö, egyszerűen csak jó számokat, vagy olyan számokat akartunk csinálni, amik közel állnak hozzánk, és amik kifejeznek ö, minket, ö, és meg, meg lehet ö, találni a, a különféle egyéniségeket a, a, a lemezen. És egyébként van kedvenc dalatok az albumról, vagy olyan, amit a legerősebbnek véltek? Hát ö, én nem mondanék kedvencet, mert igazából az összeset, nagyon szeretem, mert, mert, az összes fontos, és így lett ugye egy, 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 jó kis album, és az összesnek megvan a saját története, és a saját, ö, tehát hogy hogyan alakult ki. És ö, viszont ö, kedvencnek azokat mondanám, amiket most csinálunk, mostanában a második lemezre, mert mindig az újak a, az újjak a legjobbak, vagy nem is tudom, de, de persze, hát az összesnek az összes jó, vagy az összeset szeretjük. Hát azért mondhatjuk, hogy elég nehéz másfél éves időszakon vagyunk túl. Maga a vírus helyzet az mennyiben befolyásolta a munkásságot? Semennyire. Ó, nagyon szuper. És mik a jövőbeli tervek? Most, hogy ugye már lehet nyilván koncerteket, fellépéseket tartani, mik a tervek? Ahogy említettem, a lemez a terv, és az, hogy találkozhassunk emberekkel, és ö, egymásra tudjunk mosolyogni. Ez az elsődleges terv. Nekem? Neked mi a terved? Ugyanez, ugyanez. És neked? Mi? Hát én már csak komolyan azt várom, hogy végre teljesen azt nélkül láthassuk az emberek mosolyát. Úgyhogy, úgyhogy szerintem ez egy tökéletes végszó. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és további nagyon sok sikert kívánok nektek.